Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra, és folytatjuk a My Little Pony Game Lotto-t. Elnézést, csak el kell jöttkönni. Legutóbb hol hagytuk abba, hogy 10 dolgot kell kiásni. Igen. Hát legalábbis, hogy az a küli már egyszer tudom, hogy megvolt, de hát... hogyha már úgyis így alakult, akkor már ezt megcsináljuk. Na. Hol is van az, amit kinéztem magamnak? Hát nem a Pele Sprite-ok, de... igen, és akkor ez a videó végére meg ki lesz ásva, úgymond, így meg lesz a küldi. Na, közben meg szintet is léptünk. Úgy. Igen. Na persze ott is hagytuk abba, hogy pillanat, hogy tudjátok, belépek Game Loft Live-ba. Meg ott hagytuk abba legutóbb, hogy kiépítettük újra a pizzériát. Kentellobba, úgyhogy megyünk, hogy lezárassuk azt a küldet, vagy hogy rakjunk be egy pónit a boltba. Na tudjátok mit, ha már úgyis kiütöttem azt a Pele Sprite csapatot, akkor ne legyen az, hogy most itt egy hiányzik a csapatból, akkor üssük ki mindent. Úgy is lesz elég Pele Sprite meg Shardom, hiszen mindig jönnek újak. Na, közben azért jöttünk szintetőiket, hogy egyszer alassunk, és másodszor pedig átadjunk egy új pónit, aki a ja, másik irányba jön, igen, elnézést. Na. Ki is ez a póni, mert én nem tudom hirtelen, most ő ki is. Nem, nem területet veszek. Ja, Apple Pie. Amúgy... most van egy új küldetés, hogy Crystal Mine-ba kell összegyűjteni 45 000 pontot, hogy megszerzhessem magamnak a pónit. Hát ez nem olyan nehéz, látjátok most is, hogy mennyire jól állok szinte már ma holnapra. Elég jó nagy pontszámot fogok elérni vele. Na de most menjünk akkor Kentellobba is. Az lesz most a feladat, hogy a pizzériába, ha minden igaz, asking a pony to the pizzeria. Szóval be kell rakni egy ponyt a pizzériába. Semmi gond, csak itt rakjunk be. Még jó lenne, hogyha Szombrát újra megkaphatnám valamilyen formában, mert ő jó lenne. Nagyon flash, hogy úgyis jól mutat, úgymond. Na. Tudtam, hogy kapok egy másik küldit. Hyacinth Pie. Hyacinth. Collect from the pizzeria. Jó, szóval gyűjteni kell a pizzériában. Oké. Okay. Az még odébb lesz. Addig nézzük valami mást. Például collect pizzáz. Nem. Anyuk itt. Hát az majd másik alkalommal. Mennyibe is kell Sunset különben? Golden Delicious lehet most megszerezni, de mégis kedvezmény van rá. Az micsoda? 38 000. Jó, hát akkor... akkor Sunsetet most nem szerezzük meg. Viszont... egy pillanat. Viszont olyat, amit most fogok csinálni, hogy teljes kerek Kentellobba. Igen. Jó. Na. Gondolom nincs más feladat, amit kéne itt csinálni, igaz? Ja, igen! Közben meg... igen. Jó. Na. Gondolom nincs más feladat, amit kéne itt csinálni, igaz? Ja, igen! Közben meg...
összegyűjtött, megszertük magunknak valójét, de tudjátok jól, hogy őt majd csak akkor fogunk jöpni, amikor meg lesz a testvére is, maga Lotus Blossom. Na. Először még gyorsan visszamegyek még Ponyville-be. Hát tudom, hogy még az nem lett kiásva, nem is azért. Csak úgy gondolom, hogy teljeszkedni is kell egy kicsikét. Itt Ponyville-ben, ugyebár. Nem tudom merre, az a gond. Igen, az a gond, hogy nem tudom merre teljeszkedjek. Van elég rá? Persze, hogy van elég rá. Ja. Tudjátok mit, inkább aktiváljuk a kedvesség hangon, amit ha tudjuk. Akkor ez még odébb lesz. Majd akkor a következő videóban újra aktiválni fogjuk. Na de most irány Everfree Forest. És azért is, mert itt aratni kell. Ja, hogy jó, ki kell ásni. Jó sok sárdot kaptam. Jó. Pont ki tudnám ásni, de majd az majd a következő alkalommal fogjuk kiásni, mert hát most nagyon lement a pénzem, úgymond, és az a fizetőeszközöm is úgy nekem kelleni fog, hogy gyűjtögessek egy kicsit. Na, egy közepes Genosti totem. Akkor most lássunk egy olyan totemet, amit még tényleg nem csináltam. Milyenekből? Na szóval, ott tartottam, hogy valami gombásat kéne összedobni, mondjuk. Ja, gomba és lila virágból, igaz? Hogy mi lesz akkor, hogyha gombát meg lila virágot keverünk? Ez orhideából lesz. Hát ez meg a kék virágból. A fokhagymából lesz ez. Akkor még olyan nincsen, lehet, hogy ez lesz meg a kedvesség, ilyen kisebb kedvesség harmónia totem. Na, mi az akkor, hogy ha ezt, meg ezt is. Ez az öt borsóból fog összekeverni, abból mi lesz? Aha, nem. Ekkor ez lesz belőle. Egy nagy nevetés harmónián totem. Igen. Mert olyan még nincs. Lassan már tényleg minden totem meg lesz. Akkor ez valami másból kell összebonnálni. Hogy fogok olyat is nézni, hogy... Akkor nézzük csak olyat, hogy mi nincsen. Akkor 1, 2, 3, ezt is meg kéne nézni, hogy mi lesz. 4. Akkor már csak 4 totem maradt nekünk, amiket még nem tudunk, az is majdnem sokára meg lesz. Úgy érzem. Igen, ez 15 óra. Eléggé sok. Jó, akkor az ott nem. Jó, az is megvan. Akkor ez sem. Jó, hát akkor... Más nincs. Jó, akkor tudjátok mit fogunk most csinálni? Visszamegyünk Ponyville-be. És olyat fogunk most csinálni. Szerintem... hogy Pinkie pálya fogunk csillagokat összekötni. Megpróbálok gyorsan összekötni csillagokat, mert neki ott van az a feladata, hogy repülni kell. Mindjárt meg is mutatom.
Hát remélem azért összejön annyi. Megpróbálom gyorsan összehúzni, bágatni, amint gyorsan csak tudom. Hát azért megyet szerintem nekem. Tudom, hogy ezeket a pónikat már úgy régen előtte megcsináltam, de hát most mit csináljak, hogyha egyszerűen tényleg ilyen, hogy ilyen a játék, hogy most frissítettem magát. Na. Hol is van? Igen, Play with the Magic Minty Pie. Jó, akkor játszunk. És van hangja, mert azt legutóbb nem is tudtuk. És még mindig nincs hangja. Tehát Pinkie Pie az egyetlen olyan póni a csapatból, aki nem mond semmit. Hát ez azért elég különös. Tehát nem értem, hogy miért nem lehet, hogy Pinkie Pie-nak miért nem raktak be tényleg ilyen hangot, hogy mit mond. Hát, hogy de azt vettem észre, hogy Ring of Pinnek sem beszél, úgymond, vagy ezt már nem is figyeltem, mondjuk azt már rég is néztem meg azt a videót, de mindegy. Hát jó, nem. Ma nem jön össze, barátom, ma nem jön össze. Na, nem jött össze az apáról, de se baj. Jó, megvan ez a... És ez is megvan. Mert közben meg ez ki lett társva. Igen. És kaptunk két új küldit. Na. Ez a sprite problém. Jó, ki kell ütni. Mondjuk ezt megválhattam volna, de se baj. Na, nézzük csak, hogy hol vannak itt útba. Pont ezt kéne, és pont azt hozzávon. Na, de se baj. Jó, nézzük meg. Learning to go. Jó. Piknik, játszani kell az alapdajátékkal, meg a alma gyűjtögetős játék adatével, az meg lesz. Create the skies, my fast and dash. Ajha, két ilyen zászlós küldi van. Zászlós ilyen. Igen. Tehát ezek. Majd eljutunk oda is. Hát most úgy nézem, hogy lett egy pár fizetésem. Hát egyet most millió kiások. Itt az egyik ilyen totemet, mondjuk nem tudom, mindegyik, egy pont. Jó, ez egy óra lesz, mire kiásódik, oké. Na. Jó, van szerintem. Azt hiszem, hogy akkor itt mindent elvégeztük ma, igaz? Hol is vettem területet? Nem, itt vettem területet. Jó, hát. Majd ezt is akkor aktiválni kell nekem. Na. Meg valami küldetés? Nincs. De itt meg már hirtelen felvettem a negyedik rankra. 156.773 ponttal. Nem is rossz. Na. Jó van, szerintem itt akkor már ennyi volt ez a játék, majd akkor innen folytatjuk a következő alkalommal. Köszönöm mindenkinek, ezek a figyelmet, és viszont a következő videóban valamit külön minden Brónak és Pegasusnak, pedig Brúf és viszlát.